az jutott eszembe, amikor gondolkoztam, hogy mára mi is kívánkozna ide, hogy a művészeti színpadán sokan, sokféle akrobatikus mutatványjal próbálkoznak ilyen-olyan sikerrel. És akkor itt van egy lány, Gyükér Zsófia, aki nem szégyel tudni rajzolni. Ugye ebben a kortárs világban lehet, hogy ez furcsán hangzik, de ma az ő kiállítását szeretnénk itt mindenki elé tárni. Egy rövidke írást szeretnék felolvasni először, ami így szól. Ültél már lóhátom? Néztél már egy ló hatalmas bőrs szemébe? Megpaskoltad egy ló meleg testét és erős nyakát? Érezted már, hogy ilyenkor mit üzen neked? Gyönyörködtél már egy ló szépségében? Átsuhant rajtad, hogy hé, mint te egy meséből jöttél volna a földre. Ismerkedtél már lóval? Érezted, hogy ő is ismerkedik vele? Mi manapság már itt nem látunk rovat, nem él velük. Az autó lett a társunk, jó esetben egy motorkerékpár vagy egy váltógybicikli. Ezért tudunk keveset arról, hogy mi a jóság, mi a fékezhetetlen szilajság és erő, és mi az igazi szelítség és alázat. Nem tudjuk, mi az égi tudás. Friedrich Nietzsének, a világ egyik leggeniálisabb filozófusának, az Übermensch, vagyis az istenné dagadt egó nagy kitalálójának a legszebb pillanata volt, amikor megcsókolt az utcán egy dohat, mert röhögték. Azt mondják meg őt, pedig ekkor írt át a szeretet élményét. Ez a csók többet ért, mint az összes művet. Soha itt nem szeretett senkit. Írta ezt Müller Péter. A ló az egy nagyon nemes állat, egy nagyon szép állat. És ilyenkor gondolkodom is, hogy most a lovat dicsérjem, a ló megalkotóját dicsérjem, vagy Zsófit dicsérjem, aki ilyen szenzációs lovakat rajzol. Ebben a teremben most csak ló van. Zsófiról szeretnék egy pár szót, de az összes többi sem elhanyagolható. Azt mondta nekem, Miskolcra született, ott volt gyerek, és 2 éves kor óta nem tudja ezt a rajzolást valahogy abba hagyni, nem is kéne szerintem. Tehát képtelen abba hagyni. Aztán nem szeretnék ilyen mindenféle statisztikai adatokat sorolgatni, de azt el kell mondjam, hogy az ELTE Szavária Egyetemi Központ szombathelyi rajzfestőszakán végzett. Fotószerű, realista rajzai vannak, de emellett 2 regényei is jelennek meg. Nagyon megérintették őt a lovak, ezért egy fő téma. Azt írta egy bemutatkozó írásában, hogy Opusztaszere járt, amikor a feszti körképben gyönyörködött, és volt mindössze 7 éves. Aztán, amikor onnan hazament, akkor jó darabig nem is tudott más csak lovakat rajzolni, de azt valami írdatlan megviségben. Én úgy gondolom, hogy a rajzain látszik a lónak a szeretete. És ezt a szeretetet úgy éli meg, hogy nem akar mindenáron rájuk ülni, egyszerűen csodálni akarja, nem használni őket, ismerkedni, barátkozni velük, ahogy az előbbi írásban egy csomó kérdés erről szól, és megmutatni azt a rengeteg érzelmi megnyilvánulás szépséget, ami a lovak kapcsán őt megérinti. Gyerekkora óta gyűjti folyamatosan a lovas kiadványokat, lovas képeket, újságokat, könyveket, és egy újabb jelentős lépés volt, amikor hozzájutott Szinyogi András a Ló Művészeti Anatómiája című könyvhöz, ami egy nagyon értékes könyv, és ugye festő kollégák tudják, hogy Barcsay féle művészeti anatómia könyv mennyire fontos, és mennyire fontos lenne mindenkinek azt ismerni és tudni. Hát aki lovakat rajzol, annak nem kevésbé fontos, hogy ezt a ló anatómiát ismerje, és én úgy gondolom, hogy ezt nagyon pontosan vissza is adja, hogy ő ebben járakos. Aztán újabb dolog, ami őt nagyon megérintette, és hát ezzel én is így vagyok, csak csatlakozni tudok hozzá, Bencz úr Gyula Budarán visszafoglalása. Nem csak a feszti körképen az a sok ló, hanem a Bencz úr képen is azt hiszem, hogy olyan 7-8 ló látható,
Úgyhogy ez a festmény is inspirálta őt arra, hogy a rovatból többet meg is legyen, többet meg is legyen. És egy kérdés, amiről ő írt nekem, hogy miért a pillanat nyugalom címet adta. A rovak azért eléggé észbe mozgó jószágok, hogyha legelnek, akkor is jár a szemük, jár a fülük, folyamatosan figyelnek, csapkodják a farkukkal magukat, ide-oda jönnek, úgyhogy nagyon nehéz ezeket a kimerevített pillanatokat elkapni. De én úgy gondolom, hogy találó a cím, mert mindenhol eltalált egy olyan pillanatot, ami így megmutatva statikusan tényleg egy-egy pillanatnyi nyugalom árad mindegyik képéből. És akkor most átadnám Zsófinak egy kicsit szót. Köszöntök mindenkit, nagy szeretettel! Nagyon örülök, hogy ennyien eljöttek. Kicsit nehéz lesz, mert most már gondolszal tartom, de tényleg nagyon megtisztelő, hogy ennyien eljöttek a munkám. Én köszönöm szépen a lehetőséget az OTT-ban, hogy én Szamácsnak a meghívást, az értékes gondolatait, Jártás Istvánnak a színvonal zenét. Hát én tényleg csak felszól szólnék. Ahogy Tamás mondta, én 2 éves koromtól rajzolok. És azt szeretném elmondani, és nem fényezni akarom magam meg se semmi. Tőlem meg szokták kérdezni, hogy ezzel a rajzolással, vagy tehetséggel ezzel születtem, vagy tanultam. És ezt szerintem el szeretném mondani, hogy tehetséggel mindenki születik, csak mindenkinek különféle. Nekem egy szerencsém volt, mert anyukám egészen 2 éves koromtól ezt látta, és segített, támogatott benne. És a mai napig vannak olyan emberek, akik segítenek, ismeren kívül is, ismerősök, barátok, mindenki. És szeretném, ha tudnám mindenki, hogy én azért nagyon hálás vagyok akkor is, hogyha mondjuk nem mondom. És vannak itt húkavai rajongók, hogy a húkavai egy képregényt írom, rajzolom és adom is ki korábban, próbálátok és szobisztóik néven volt ismertek, hogy ez Mónika nevét. Kb. Egy éve húkavai, és szeretném a rajongóknak is megköszönni, hogy itt vannak, és hogy követik a könyveket, és hogy szeretik, és hogy mindig visszajeleznek. És több olyan emberrel találkoztam, akit Facebookról ismerek csak, nekik is szeretném megköszönni a sok visszajelzést, mert számít, és mert fontos, hogy kapjáját az ember. Én nagyon örülök, hogy tényleg most ennyien itt vagytok. Dóriának köszönöm szépen a videózást, tehát a Rétróves Kurigónak, ők már biztos hallottatok róla napokban, mert telenyomtam a Facebookot, a posztot, a kiáltásomhoz. Szeretem a... köszönöm szépen a másik két embernek is a videózást, mindenkinek, aki dokumentálja azt is. Szóval köszönöm szépen mindent, és ez egy élmény, hogy csak tényleg itt lehetek, és megtisztelek, és szóval köszönöm, örülök! Thank you.